köszöntünk mindenkit ismét, és már itt is vannak velünk a stúdióban vendégeink, Erdős István és Haskó Gabriella, a Dogopolis Gazdi Műhely alapítói. Sziasztok! Hello, sziasztok! Kicsit utána olvastam tegnap így a Dogopolisnak a műsorra készülve. Köszönjük! Elvicceljétek! És nagyon sok mindent írtak a honlapon, írjátok, hogy nincsen rossz kutya alapból, igazából meg kell érteni a kutyának a működését, és nem úgy működik a kutya, hogy tulajdonképpen az ember, amit mond, azt végbeviszi, és nem egy ilyen engedelmeskedő robot tulajdonképpen, hanem tényleg nevelni kell, foglalkozni kell vele, és nagyon sok mindent írtok még ezen kívül is. Mit tapasztaltok egyébként az átlag kutyatartók egyébként? Mennyire figyelnek oda a házi állataikra? Hú, ez egy... hosszú kérdés, igen, megpróbálom rövidíteni. 8 perc, oké, visszaszámlálás. Tehát ezért azt tudni kell, hogy kis hazánkban így régió szinten nagyon-nagyon magas a kutyatartók száma. Tehát durván 3 millióra becsülik a gazdás kutyák számát, és erre még dobjunk rá úgy kb. 1 milliót, ami gazdátlan. Tehát ez rengeteg. Tehát összehasonlítással van mondjuk a környező országokkal, ez ilyen 3-4-szeres szám. Tehát ebből is adódik, hogy nyilván itt a mennyiség valószínűleg a minőség rovására megy, hogy ennek milyen történelmi, társadalmi okai vannak, hogy kell a kertbe a kutya, meg láncon, meg minden. Tehát, hogyha ezt így kivonjuk a képből, és mondjuk csak a városi, vagy kicsit modernebb kutyázást nézzük, akkor javuló tendencia egyértelműen az elmúlt pár év, de az összességében biztosan nem mondaná senki azt, hogy mi aztán ilyen nagyon-nagyon felelős kutyatartó nemzet lennénk per pillanat. Ez az alapítvány egyébként mióta működik, és miért kezdtétek el ezt a hagyhatnám Gabit is, hogy nem alapítvány, tehát igazából kutyaiskola, még hogyha nem is a klasszikus értelemben, de trénerek vagyunk, alapjáraton oktatással, tehát gazdi és kutya oktatással foglalkozunk, nagyon több különböző formában. Én önkénteskedtem elég sokat állatvédelem, elég sokat. Tehát itt soha nem elég, és most is igyekszünk egyrészt besegíteni, hogyha tudunk, hogyha van olyan egyesület, aki szeretne, hogy rászorul a segítségünkre. Mentett kutyák gazdéjainak 10% kedvezményt adunk képzésekből, tehát igyekszünk ilyeneket, de nem alapítvány, tehát nem egy önkéntes, hanem egy biznisz. De alapvetően meg ugye, bocsánat, hogy tavaly februárban alakult meg az suli, miután elvégeztük a trénerképzésünket, mi ugye egy trénerképzésre jártunk, és onnan is ismerjük egymást, és annyira megegyeztek igazából így a nézeteink, meg az, amit is szeretnénk így a kutyázás terén így minél jobban elterjeszteni a gazdik felé is, és igazából így jöttünk ki mi létre, és így alakultunk mi meg. Ugye itt említettétek, hogy az örökbefogadott kutyáknak, a gazdiainak kedvezményt is adtak egyébként. Milyen százalékban jönnek hozzátok örökbefogadott kutyával? Mennyire nő ennek a népszerűsége? Ez megint egy így a nagy átlagból következtethető. Tehát, hogy szerencsére itt is egy javuló tendencia van, hogy egyre többen választják talán az örökbefogadást, ami tök jó dolog. Nyilván ezzel együtt járnak helyenként problémák, de tehát ez általában egy tudatos döntés. Én legalábbis azt látom, hogy volt olyan gazdink, aki szombaton kihozta a menhelyről a kiskutyát, szombat délelőtt és szombat este bejelentkezett hozzánk hétfőre oktatásra. Tehát ez szerintem egy zseniális dolog, én tapsikoltam örömmel, hogy minden gazdi tényleg ennyire tudatosan, és úgy, hogy előtt ő már végigolvasta az internetet. Tehát, hogy eleve felkészült, úgy volt vele, hogyha jöhetett volna vasárnap, már vasárnap jön. Tehát van ilyen, és igen, nagyon nagy számban jönnek örökbefogadott kutyákkal. Most például holnap indul egy csoportunk, arról pont nincs statisztikám, de azt hiszem ilyen 75% körül. Tehát tényleg magas. Akkor érzékenyedik azért a magyar társadalom itt az örökbefogadás irányába. Igen, úgy tűnik, tehát hogy egy-két ilyen kisebb-nagyobb kampány kezd célba érni, hogy nem biztos, hogy az olcsón jó fogással vásárolt szaporított kutyával vagy előrébb, mint a örökbefogadottal. Tehát nyilván van mire kell a kutya, hogyha az ember ezt így felteszi magának, hogy ő dolgozni fog, sportolni fog, eredményeket kell elérni, akkor nyilván egy nagyon jó tenyészvonalból, nagyon drágán veszel a kutyát, tehát akkor egy több százezres induló költséggel indulsz. Ha egy szőrgombóc kell, aki szeret, meg aki társ, az
Tehát, hogy 20 000-ért jófogásról különböző genetikai és pszichés betegségekkel valószínűleg legalább akkora százalékban, de nagyobb eséllyel, mint az, hogy elmész sétáltatni, megismerkedsz egy kutyával és az a viszont. Egyébként a menhelyről származó kutyákkal nehezebb kicsit foglalkozni? Nem, a legnagyobb problémák általában pont a különböző szaporító telepekről származó és mentetett nyilván utána, hogyha mentésből örökbefogadott, akkor. Tehát a különböző idegrendszeri problémák, nagyon durva stresszkezelési problémák, a korai szocializáció időszakában elszenvedett traumák. Tehát van olyan kutyánk, 6 hetesen, tipikus 6 hetesen elválasztott az alomból, ugye 8 hét alatt nagyon nem ajánlott, szaporítókat nem zavarja, mert minél gyorsabban kell a pénz. 3 éves a kutya, és kimaradt igazából minden az első pár hónapjában, amire szüksége lett volna ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott felnőtt állat lehessen. Tehát sokkal több meló van vele. Ti a kutya oktatás mellett online tanfolyamot is tartottak. Ez hogyan néz ki az online tanfolyam, meg ez a koronavírus helyzet miatt volt egy ilyen távoktatás, vagy ez hát alapvetően is felmerült az ötlet már korábban bennünk, hogy szeretnénk egy ilyen online tanfolyamot, hogy egyrészt akik nem Budapesten élnek, azoknak is elérhető legyen ugye a mi tanításunk, úgymond, meg ugye minél több gazdinak szeretnénk segíteni, és hát a koronavírus nyomta meg nyilván az, hogy akkor jó, akkor ezzel foglalkozunk intenzívebben. És hát innen át is adom a szót Istvánnak, mert ugye nem, igazából... Nem, el akartam vicceskedni a dolgot, hogy volt az a bejelentés a miniszterelnök úrtól, amikor, hogy átállunk az online oktatásra, az biztos megvan, hogy már tervben volt, és már jövőre indult volna amúgy is. Na, ugyanezt akartam elsütni, hogy már rég kész van minden, és teljesen, de hát most akkor a helyzet szülte. Mi készültünk rá tényleg, tehát, hogy Gabi tudja, hogy... Nagyjából fél éve azon ment, hogy jó, kéne, mert ez el fog indulni. Így is, úgy is el fog indulni, és elsőnek kéne lenni, ugye ez általában így működik a piacon, hát már nem lettünk amúgy elsők, nem baj. És amikor jött az akut helyzet, akkor úgy voltunk vele, hogy na hát akkor az, amit fél éve nem voltunk hajlandóak nekiállni, csinálni, akkor most viszont kell, mert egyrészt úgyse tudunk mást, és akkor tegyük bele. Úgyhogy igen, teszem hozzá a nagy kurzus, amiben nagyon-nagyon sok hónapot dolgoztunk, az még mindig nem élő, mert hiányzik egy-két videó, hogy véglegesítsük. Az írott anyag, a struktúra, igazából majd 90%-ig készen van az egész. Egy-két videón ülünk nagyon régóta, mert elég maximalista nálunk ez a dologhoz. Van egyelőre egy ingyenes kurzus elérhető az oldalon, amit szintén a helyzet szült, tehát ilyen otthoni fárasztás, hogy nem tudunk nagyon sétálni, hogy nem mehetünk annyira közösségbe, tehát mit csináljunk otthon a kutyával. Erről egy pár tippet, pár videót felvettünk, ez ingyenesen elérhető mindenkinek, tényleg nem nagy dolgokra kell gondolni, azt hiszem az egész ilyen 11-12 perc alatt végig nézhető, kattintható. Ezt is a helyzet egy kicsit adta, és közben nekiálltunk a nagynak, ami egy ilyen 1-2 hetes olvasni és látni való a gazdiknak. Nagyon remélem, hogy most már tényleg befejezzük lassan így. És még idén. Arról is egyébként, hogy a gazdi műhely az tulajdonképpen gyerekeknek is szól. Így van. Mennyien jönnek hozzátok egyébként gyerekek, hogy milyen náluk a tanulási fázis? Ez megint egy ilyen régebb óta ötletként induló projekt, aminek a tesztüzemmódján vagyunk igazából túl. Kriszti, aki most nincs velünk, ő tartotta az első előadást egy, azt hiszem, hat gyerekkel. Igazából most lesz az első éles, ahova meglátjuk, hogy valóban tényleg, mert ez egy ingyenes volt. Tehát ez egy ingyenes nem előadás, mert teljesen interaktív, tehát hogy gyerekekkel együtt dolgozva. Kicsit elvesztettem a fonalat, Gabi, segíts ki. Az a lényeg, hogy a Pudding Proving, ez tényleg most fog majd jönni, hogy amikor kiírjuk a következő alkalmat, ami már nem ingyenes lesz, a már tesztelt tematikát, hogy belerakjuk a valós közegbe, hogy mekkora érdeklődés lesz, hányan jönnek el. A teszteseménynek az volt azért az eredménye, hogy mindenki nagyon élvezte, mindenki nagyon örült, nagyon pozitív tapasztalatok, úgyhogy ezt mindenképp érdemes csinálni. A kutya meg a gyerek amúgy is egy tök jó páros, hogyha ésszel csináljuk, erről szól amúgy. Igen. Tehát hogy csináljuk ezt ésszel? Hát igen, tehát ez lesz, ami lesz, mert ebben általában, tehát nem feltétlenül van ebben sem baj, tehát, de felelős szülőként, meg felelős gazdiként szerintem lehet tenni azért, érdemes tenni azért. És fontos is tenni érte azért, hogy ugye a kutya és a kisgyerek is jól kijön egymáson, nagyon-nagyon sokszor azért kerülnek menhelyre kutyusok, mert mondjuk a gyerekkel voltak problémái.
Szóval ez is, ezért is tartjuk fontosnak. Én egy vidéki gyerek vagyok, és nagyon szenvedtem, amikor följöttem ide Budapestre, mert az egyik ilyen kardinális kérdés mindig az albérletek szempontjából, hogy itt vagy ritka, nagyon kevés helyen lehet ugye kisállatot tartani. És hát nekem vidéken a szüleimnél ezért ott kellett hagynom a kiskutyámat, innen is üdvözlöm, és nagyon hiányzik. hogy mi van ezzel, mert ez egy általános vélekedés, hogy itt Budapesten azért nagyon nehéz az állattartás ilyen szempontból, hogy van olyan kutyafajta esetleg, akinek mondjuk ez a városi életmód, városi közeg, ahol egyáltalán megengedett, mert ugye tudjuk, hogy azért tényleg elég szigorúak ilyen szempontból az albélet kiadói, hogy van olyan kutyafajta, akinek ez az urbánus közeg, ez mondjuk így jól áll, vagy tudtok ilyet ajánlani, hogyha valaki ebben gondolkodik? Nem szűkíteném én ezt a fajtára, tehát egy alapjáraton majdnem minden kutyának meg lehet találni ezt a megoldást, hogy tényleg az igényeit és az ösztönkészletét is kielégítsük. Tehát hogy a lakás például az egy pihenőhely, nem ott kell játszani, nem ott kell vadászni, nem ott kell semmit csinálni, nem ott, te sem ott sportolsz, nem tudom, hogy sportoltok-e, én nem, hát de én ott, ugye sportolnék, azt nem otthon tenném, max elsport, tehát gép előtt, tehát az nem arra van, az egy pihenőhely, az egy biztonsági hely, a minden egyéb az kint történik. Tehát ez megint egyéni vállalás kérdése, hogyha hazaviszel egy olyan kutyát, akiben benne van a pár óra mozgás, hogy ezt megadod neki, ha nem, akkor lesz meg gondok. Nyilván lehet olyan kutya, akinek nem olyan, vagy nem akkora igényei vannak. Amúgy az albérlet részre visszatérve, igen, az teljesen egyértelmű probléma, hogy egy lakástulaj eldöntheti, hogy kit meg hogy enged be. Tehát nem csak kutyát, hanem kisgyerek, mi ilyen pár, olyan pár, mit nem is menjünk bele, hogy javuló tendenciát látok itt is. Tehát hogy vannak már külön Facebook csoportok, kutyás albérlet, stb. Tehát rájött szerintem egy kicsit a piac is, hogy van érdemes ez irányba menni, mert mondjuk lehet, hogy 20-szal többért ki tudja adni az albérletet, hogyha a kutyát enged be. Tehát hogy látok ilyen tendenciát is, meg egyre több a kutya. Nem tudom, hogy feltűnt-e. Nekem feltűnt, hogy tényleg nagyon-nagyon nagy mértékben növekszik a városi kutyáknak a száma. Úgyhogy biztos, hogy valahol laknak. És nem hiszem, hogy a lakástulajdonok száma ugyanolyan mértékben nőtt volna. Bocsánat, válaszolok a kérdés másik felére. Tényleg nem fajta specifikus. Ami így problémaként elő tud jönni, amikor tényleg mondjuk egy tanyáról, láncról mentünk egy kutyát, akinek tényleg semmi tapasztalata nincs az élettel, mert nagyjából 3 négyzetméteren élte le az élet első 4-5 évét, vagy 10-et, és utána bevágjuk az oktogonra, az egy olyan szintű inger túlstimulálás, amit lehet, hogy az első időszakban nem fog jól viselni. Tehát ez ilyen. És sokszor kimarad a fokozatosság. Ez okozhat problémát, meg nyilván vannak olyan fajták, akiről tényleg ne várjuk el, hogy 23 órát egy helyben legyen, mert nem arra lett tenyésztve. Egy mudi, egy border collie, tehát dolgozó kutyák, pásztor kutyák, juhász kutyák, nekik munka kell, foglalkozás kell, mozgás kell, tehát az nem egy palota pincsé. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a meghívást. És Haskó Gabriel. Mi is köszönjük szépen. És bátorítanák mindenkit arra, hogy fogadjatok örökbe, mert nagyon jó élmény lesz. Köszönjük szépen, hogy velünk tarthatatok ma reggel. Ennyi lett volna már a 7:30. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!